Sziasztok! Szeretném elindítani a YouTube csatornámat már egy ideje, de sosem tudtam, hogyan is vágjak ebbe bele. Végül arra jutottam, hogy legelőször is csinálok egy bemutatkozós videót. Azért nem én vagyok benne, mivel iszonyatos lámpalázam van. Így úgy döntöttem, hogy miközben beszélek, megmutatom néhány festményemet. Kezdjük is el! Nemrég töltöttem a 21. életévemet. Mindig is imádtam rajzolni, kezdetben ugyan csak ceruzával dolgoztam. Színezni pedig egyenesen utáltam, de idővel, ahogy fejlődtem, egyre több dologgal, anyaggal ismerkedtem meg, aminek hála már egyáltalán nincs ellenemre, ha színeznem kell. Persze már nem csak ceruzával töltöm az üres helyeket, és nem is szívesen állnék vissza rá. Már sokkal több festményem van, mint ceruzás rajzom, és legfőképp fantasy témában rajzolok és festek. Néha készítek fanartokat, de leginkább saját karaktereket vetek lapra szívesebben. Első saját karakteremre nem emlékszem, de akivel komolyabban szerettem volna foglalkozni, egy Otogara Elena nevű lány volt, őt itt láthatjátok. Egy történetem is egyben mangám egyik karaktere, mivel sajnos nem jutottam túl sokra, viszont 5 év alatt 3-szor is újra rajzoltam az egész mangát, mivel egyre jobb volt a karakterrajzolásom, és az ötleteim még keresztezték egymást, vagy már nem találtam elég érdekesnek egy-egy részletet. Azok a karaktereim, akiket láthattok mostanában, valójában egy világból származnak, egy-egy kivételével. És van is velük tervem, hogy nem puskázok. Velük is egy mangát szeretnék készíteni majd. Egyelőre még nincs meg a keret története, de amire büszke lehetek, hogy sikerült alkotnom vele egy saját ABC-rendszert, amihez már csak megfelelő nyelvtant kell találni. Ennek ugyanis meg lesz a maga a szerepe a mangában. Címkék meg lehet mondani, hogy a harc, a utazás, viszont nagyon nagyobb vonalak. Összehozni. A legtöbb lerajzolt karakteremnek talán Dokorent mondanám, de nagyon szeretem rajzolni Virgált, Spirgosztot és Efért is, bár őt nem sűrű rajzolom, mert egy kicsit bonyolult a sikeredet. A legkedvesebb karakteremnek talán egy olyan karaktert mondanék, akit az előző mangámban szerepelt, az ő neve Kirio. Ő itt. Mert mivel nem hiszem, hogy befejezem azt a mangát, valószínűleg behozom ebbe a mangába, amit bármiknak neveztem el. Egyébként ő itt Dokorem. A manga főszereplője. Efér és Mirgel.
négy perchez kérve. Remélem nem sikerült túl unalmasra a videó. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy velem vagytok az oldalakon. Sziasztok!